A kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését támogatta a ma rendezett beszállítói fórum. A város az EDC Debrecen segítségével harmadik alkalommal szervezte meg az eseményt. A fórumra több mint 170 cég képviselője regisztrált. Ezen a KKV-k lehetőséget kaptak egy rövid bemutatkozó beszélgetésre 14 helyi multinacionális vállalat képviselőjével. A cél, hogy minél több kis- és középvállalkozás kapcsolódjon be a nagyvállalati értékláncba. A város Magyarországon egyedülálló módon KKV-parkot alakított ki a helyi kis- és középvállalkozások számára. A déli gazdasági övezetben olyan ipari környezetben folytathatják tevékenységüket, ahol a multinacionális cégekkel azonos körülmények és feltételek mellett működhetnek. A nagyvállalatok és a KKV-k közötti együttműködés segíti a mai beszállítói fórum. A KKV-knak ez egy nagyon erős segítség, hogy személyesen tudunk találkozni ilyen beszállítókkal, lehetséges partnerekkel. Ugye nagyon nehéz bejutni egy-egy ilyen céghez, a kezdő belépés, hogy egy arcot lássál, az egy nagyon nehéz lépés, és ez a rendezvény segít ezt a lépést megugrani. Délelőtt finanszírozás és forrásteremtés témakörben hallgathattak előadásokat az érdeklődő cégek. Délután pedig bemutathatták vállalkozásukat 14 helyi nagyvállalat képviselőjének. Ugye mindig újabb és újabb debreceni nagyvállalatok jelentek meg, és a délutáni networkingeken ezekkel a cégekkel való kapcsolat az Intramar Kft. Tekintetében is pozitívan alakult. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy mindegyikkel van valamilyen szintű beszállítói kapcsolat az utóbbi fél évben. A rendezvényt a város az EDC Debrecen segítségével immár harmadik alkalommal rendezte meg, ezúttal a Nagyerdei stadionban. A fórumra több mint 130 kis- és középvállalkozás, mintegy 170 képviselője regisztrált. A létszám tekintetében kétszer annyian vagyunk, mint a tavaszi eseményünkön, úgyhogy van jogosultsága, hogy egy évben két alkalommal is megrendezzük ezt. Látszik, hogy igénylik a cégek, és hála Istennek nem csak a KKV oldalról, hanem a cégek is folyamatosan nagy érdeklődéssel jönnek az eseményre, és az eddigiekhez képest a legnagyobb számban képviseltetik magukat. Pap László a rendezvényen úgy fogalmazott. A város gazdaságában a legbiztosabb pontot a KKV-k jelentik, akik egyben a stabilitását is adják. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy minél több kis- és középvállalkozás bekapcsolódhasson a nagyvállalati értékláncba, mert a debreceni gazdaság a következő évtizedekben a magyar gazdaság motorja lesz. 2014 és 2020 között nagyon jelentős GINOF-források elérésében segítettük ezt a szektort. Most pedig, amikor Debrecen egy gazdasági léptékváltás fázisában van, akkor azt a lehetőséget kell kialakítani, hogy a globálisan is jegyzett nagyipari szereplők és a helyi magyar családi vállalkozások egymásra találjanak. Ez a legfontosabb feladatunk a következő években. A KKV szektor Debrecen gazdasági teljesítményének csaknem a felét adja, és szerepe jelentős a foglalkoztatásban is.